Sok kisgörösi bizony sajnálta, hogy a kialakult járványhelyzet miatt elmaradt a Városalapítók napja és a Rétes Fesztivál. Eddig mindenki úgy tudta, hogy ugyanerre a sorsa jut a Szüreti Fesztivál is. Jó hír, nem így lesz. Az általunk megszokott nagy szüreti napok nem lesz. Egy kis házi rendezvényt szeretnénk csak szervezni, ennek a munkálatait kezdtük el, szigorúan figyelembe véve a járványügyi helyzetet, és ebben a kis szüreti kis fesztiválban arra is nagyon figyelünk, hogy a költségeket minimalizáljuk, helyi fellépőkkel, helyi vendéglátósokkal, helyi kiállítókkal szeretnénk mindent megoldani, és csak egy kis szombat este vasárnapi programmal szeretnénk egy picit hangulatossá tenni ezt a kicsit nyomott évet. A programsorozat már augusztus 29-én elkezdődik a Mazsoret Fesztivállal, egy héttel később pedig fúvós zenekari koncerttel kezdődnek a szüreti napok. Szeretnénk a borutcát felállítani, egy picit azért az új borokat a borászaink szeretnék bemutatni, és ehhez kapcsolnánk még esti úgynevezett könnyű zenei programokat, amik sokkal inkább egy bál jelleg, egy éjszakai diszkó és vasárnap is gyerekprogramokkal kedveskednénk a gyerekeknek. Arra figyelnénk, hogy minden korosztálynak tudjunk programot adni. Ebbe kulcs szerepet szeretnénk adni, ahogyan eddig is a szlovákjainknak, a kórusunknak, a citera zenekarnak, esetleg hívni szomszédból egy-két ilyen népdal kórust, de nem nagy rendezvénybe gondolkodunk. Természetesen a terveket keresztül húzhatja a járványhelyzet, hiszen július 13-án Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában arról beszélt, várhatóan nem lazítanak tovább a járványügyi szabályokon. Ez a gyakorlatban azt jelenteti, hogy augusztus 15-e után sem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb rendezvények.